kedves barátom, nem közhely ugyan, de nem könnyű megszólalni, mert tulajdonképpen megnyitatott a kiállítás zenei értelemben, és főleg az installáció előtt. Ez be van kapcsolva? Most nincs. Most nincs meg. Mert így a összművészetiség jegyében azt hiszem azzal találkoztunk, ami amúgy a kiállításnak mindenképpen egy lényege. Bevezetésként hadd mondjam el, hogy talán már itt is említettem ebben a körben, hogy kétfajta kiállítás megnyitás létezik, sokfajta, de talán két szélső pont, hogy az egyik egy nagyon tudományos, művészettörténeti adalékokkal teli, precízen megírt, végig gondolt, a másik pedig egy személyesebb, egy baráti, egy közvetlenebb hangú megnyitó. Nos, ez a mai, ez vállaltan, tudatosan az utóbbi, ugyanis Huller Ágoston generációját is, magát, Gusztit is rendkívül kedvelem, nagyon régen ismerjük egymást, de ez a generáció, amiben ő született, ez a háborús generáció, őneki elárulhatjuk a korát, ugye 44-es születésű, tehát idén 65 éves, egy nagyon szép kiállítása volt a Kondorban. Ez egy nagy generáció, egy nagy vonulat, egyel kicsit lejjebb, egyel följebb vannak itt egy páran közülük, Tölg Molnár Zoltántól, Molnár Kálmánig, aki éppen itt van, vagy Méhes Lacitól Szemeti Imreig, tehát egy nagyon jelentős társaság, 40 éve vannak a pályán. Huller Ágoston ebben a nagy-nagy generációban is azért egy fontos személyiség, mert egy univerzális alkat. Na most ez a szó, hogy univerzális, bizonyos értelemben már egy picit vezet a mai kiállításítás felé is, hiszen grafikus is, tervező grafikus is, képgrafikus is, festő is, az autonóm és alkalmazott művészetek területen egyaránt otthon van. És az elmúlt években belepillanthattam talán abba a szellemi és manuális műhelyben, ami nagyon izgalmas. Kollégáival együtt nem véletlen, hogy a meghívóra külön ráírta az, hogy az 5-kor művészcsoport tagja. Ez is ritka, hogy 2000-ben 4 kollégájával együtt egy olyan művészcsoportot alapított, ami ma is nagyon erősen, koherensen egy bizonyos eszményt képvisel. És elnézést kérek, hogy nem a hölgyel kezdtem a bevezetőt, de a meghívón is Huller Ágostonál elől és Martinás Katalin meglepő módon csak a második. Ennek egy magyarázata lehet, hogy tulajdonképpen ebben a közegben, itt a galériában igazán a Gusti van itthon, ő a hivatásos művész, és ebben a közegben, és ezt most kis iróniával mondom, Martinás Katalin csak fizikus. Ugye? Ebben, de ez rendkívül fontos, a csak is, és egy fizikus is, és ami benne van a meghívóban, hogy alkotótárs. Ez a szó azt hiszem rendkívül lényeges. Katalin tulajdonképpen nagyon hosszú ideje, közel ugye 20 éve vannak együtt, Kati és Gusti, képzőművészet közelben mozog, és mindig is ötleteket adott, én úgy érzem, Gusti képzőművészeti munkájához, munkásságához, és egy pillanatra hadd villancsam fel a 2008. április 1-jét, többen ott voltunk, amikor Katalinnak az első önálló kiállítását nyitottuk Lőrincen, és nagyon izgalmas volt, mert április 1-jén nyitottunk, és máig is töprenkedtünk azon, hogy a stréfa volt-e az egész, vagy pedig egy komolyan végig gondolt kiállítás volt, aminek még annak a mottóját, mert a maihoz szintén kapcsol, hadd elevenítsem föl, Kati leírta, hogy micsoda igazságtalanság a sorstól, hogy csak azért nem lehet kiállításom, mert nem tudok rajzolni. Már akkor többen megnyugtattuk, hogy ez egyáltalán nem kizáró körülmény a kortárs magyar művészetben, de ennek ellenére benne élt ez az aggodalom, aminek mi örülünk, hogy van, aki még úgy gondolja, hogy nem lehet kiállítást rendezni. Mindenesetre a kiállítását én akkor úgy jellemeztem, és ez megint egy picit a mai kiállításhoz is igazodik, Krisztó gondolata alapján, a csomagoló művész alapján vettem, hogy filozófiába csomagolta a kiállítását Kati, ahol nagyon fontos volt a fogalmiság, egyfajta konceptualitás. Azért említem a tavalyi kiállítást, a Lőrincit, mert abból legalább két tárgy vagy tárgy együttes gondolatiságában ide is átemelődött, pont amelyik előtt itt vagyunk. Most én úgy nevezem, hogy a Zokni installáció, de a pontos címét azt kérem szíveskedjenek majd itt elolvasni a művön, mert nagyon-nagyon fontos az egésznek a tudományossága. És nagyon érdekes, hogy akkor azt hiszem elsősorban csak egy videót láttunk a Zokni műről, és most viszont maga egészében, mint víz, látvány is megjelentek a páratlan Zokni. Most ennek a
páratlan szónak is már, semmiféle magyarázatban nem akarok belemenni, de óriási a jelentősége, mindamellett rengeteg felé viszi el a gondolatainkat. A másik, ami már ott is ott volt, a Botticelli Strike-kal, ami ennek a kiállításnak is egy kimagaslan, izgalmas műve, és ott is nagyon érdekes az áttevődés egy év alatt. Itt tehát kiléptek a valóságba, ott pedig, ha jól emlékszem, egy akvárium volt a Botticelli Strike-nak a alapműve, és ez a fantasztikus gondolat tényleg, hogy a fölelevenítik a primavérát, Botticellinek ezt a hatalmas művét, és hogy ebbe a kagyló kádat ezt megtalálták, és ide helyezték bele ezeket a rekvizitumokat és hulladékokat. Ez tehát egy egészen különös gondolati átvétel és továbbvitel erre a mai kiállításra. Nos, akkor egy pár szót hadd mondjak a címről. Nem tudom, hogy elgondolkoztak-e azon, meghívón, hogy Kairosz, mert természetesen nem a könyvkiadóról van szó, amit nagyon tisztelünk, becsülünk a magyar könyvkiadásban, hanem kifejezi mindkettőjük gondolatiságának a lényegét. Nagyon ajánlom figyelmükbe, ha van erejük, kedvük utána, hogy a bevezető arszpoétikát, vagy egy kiállítás vezető gondolatokat olvassák el, de hadd elevenítsem föl tehát, hogy megadják ugye ennek a mitológiai alapját, hogy ez a bizonyos Kairosz-féle hajtincs a legalkalmasabb és legkedvezőbb időpontnak a szimbóluma. Ugye, ami nagyon, hogy az élethez ne is siessünk, és ne késünk el, a kedvező pillanatnak a megragadása. Talán egész röviden a Kairoszt a mitológiából így határozhatnánk meg, ez sokkal áttételesebb. És előtött nekem eszembe az a Lessingi gondolat, aki a Laokoonról tett elemzésében kifejti, hogy az irodalom az a igazi művészet, ahol egymás utániság van, és a képzőművészet az egymás mellettiség művészete, de, mondja Lessing, a képzőművészetben is vannak olyan kivételes pillanatok, amikor az előzmények és az utózmányok is egy pillanatban összegződni tudnak. Ez a bizonyos termékeny pillanat, ami elterjedt az esztétikában. Nos, úgy gondolom, hogy itt ma egy olyan tárgyegyüttes sikerül élveznünk, amelyik a Kairosz értelemben megragadja az aktualitásban, amiben ma élünk. Még talán egy tárgyegyüttes ki fogok emelni, rendkívül erőteljesen, és ugyanakkor egy termékeny esztétikai pillanatot is megragad a maga valóság közeliségével. A másik csomópontja ennek a kiállításnak, aki írásban kapta készhez, ugye a darwini idézet, és hát szintén olvashatjuk azt, hogy leírja Kati és Guszti, hogy minden autentikusnak mondott fordítás vitára ingerlő, ezért tarthatják kicsit sznobosnak, hogy csak angolul van közölve az idézet. Na most én megmerem kockáztatni, mert fontos ezen a kiállításon, aztán vitatkozhatunk róla, hogy egyfajta fordítást azért mondok el, mert ehhez a műtárgy együtteshez. Mert itt ez nem egy véletlenül itt hagyott valami, amit a Guszti a rendezés során itt felejtett, hanem nagyon is van, ez a darwini mű, nek egyfajta jelképes esszenciája. Ugye valahogy úgy fordíthatjuk, hogy amennyiben a szegények nyomora nem a természet törvényeiből fakad, nem véletlen, hogy ez a darwini gondolatmenet, hanem valahogy szokásainkból, intézményrendszerünkből fakad, tehát a szegények nyomora, akkor nagy a mi bűnünk, vagy bűn, vagy vétkünk. Tehát minden esetre utal a valóságra, utal a társadalmi rendszernek az igazságtalanságaira, ellentmondásaira. És most hadd mondjak egy-két mondatot arról, hogy milyen ragyogóan szójátékkal is játszanak ennek kapcsán itt Katalin és Guszti, mert úgy néz ki, mintha az Economist című lap lenne, egy példány van oda kitéve, gyönyörűen van a cím. Igen ám, de nem Economist, hanem Egonomist. Ha jól elolvassuk, és ez a szójátékban milyen rendkívüli módon benne van a mai magyar valóság. A másik szójátékkal már többször szoktak élni mindenféle riporterek is, meg ugye amerikaiak is, hogy a Hungary és a Hungary-nak a keverése, tehát a magyar és az éhséggel való, de ez is egy nagyon jelentős, hogy ennek tulajdonképpen mind a kettőnek a lenyomatát látjuk ebben a műtárgy együttesben, valami módon az értelmiség sorsára is utalva, az üres szetlikkel
kell, a gondolatnélküliség, a sorsára hagyatottság. Rendkívül izgalmas ellentmondásokat tár tehát föl ez a kiállítás, amiben illúzió és valóság, eszmény és gyakorlatnak a kettőssége, még az algemista, hadd utaljak, ugye, hogy egyrészt a korabeli fordításban erre is utalnak, az alkimistát is jelenteti, vagy a totális csődöt, tehát szintén az értelmezéseknek a különös kettőssége. Ezek a installációk, nevezzem így, tulajdonképpen közös munkák, de nagyon érdekes, hogy talán a munkamegosztásra vihetjük egy picit, bár ez kiderül a nevekből is, hogy elsősorban az objektek, az installációk, azok a közös munkák, illetve Kati gondolatisága van mögötte, és hát természetesen a falon lévő pasztelek pedig